Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja életmódnapot tartottak a Magyar utcán. Játsz Lajtival, óvisokat vártak az UFM arénába. Táborozás a Fehérló közösségi házban, számos programmal készülnek nyáron az intézményben. Köszöntöm Önöket, a Moson-Magyaróvári Városi Televízió híradóját látják. A Magyarország egészségvédelmi szűrőprogram keretében életmódnappal várták az érdeklődőket kedden a Magyar utcán. Az esemény keretein belül ingyenes szűrővizsgálatokon és tanácsadásokon vehettek részt az érdeklődők. 74 szakmai szervezet 85 vezetőjének összefogásával 2010-ben elkezdődött az ország egészségvédelmi szűrőprogramja, aminek keretében 2010 és 2017 között országos szinten csak nem 1500 helyszínen több mint 6 millió vizsgálatot végeztek el a lakosság körében. Az idei évben indult útjára a Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-től 2020-ig elnevezésű projekt keretében a megelőzés éve 2018-2019 programsorozat, ami kedd délelőtt Moson-Magyaróváron várta a lakosokat. Az önkormányzat és a Fülöp Optika közös összefogásának köszönhetően az érdeklődők egész nap több mint 35 féle szűrésen vehettek részt. Az ötlet ez onnét ered, hogy 1983-ban kezdtük a tevékenységet Moson-Magyaróváron, az optikus tevékenységemet, és most 35 éves évfordulót ünneplünk, és hát innét jött az ötlet, hogy a város lakosságának a részére ide hozzuk ezt a szűrőkamiont, és ezen a szűrőkamionon pontosan 35 féle vizsgálatokat végeznek, és én úgy érzem, hogy a lakosság, Óvár lakossága megérdemli ezt az egészségügyi szűrőprogramot. Akik ellátogattak kedden az egészségügyi programra, látványos anatómiai bemutató segítségével megismerhették az emberi test működését és felépítését, de olyan szűréseken is részt vehettek, mint látásvizsgálat vagy vérnyomásmérés, de a szűrőprogram keretében a prevencióra is nagy hangsúlyt fektettek. Milyen vizsgálatokon tetszett most itt részt venni? Vérnyomás, tüdő, vércukor, szemészet, ennyi. Milyen kezdeményezésnek tartja azt, hogy Moson-Magyaróváron most van egy ilyen ingyenes program? Ez nagyon jó, mert a nemkő, tehát ugye a időpont az a legjobb megoldás én szememben, és akkor ide, aki akarja, úgy gondolja, eljön, és akkor végig csinál mindent, és tudja azt, hogy mi a baja, hogy úgy mondjam. A szűrőprogram célja évek óta változatlan. Elsődleges, hogy kortól, nemtől, lakhelytől és foglalkozástól függetlenül minden magyar állampolgárnak lehetőséget biztosítsanak egészségének felmérésére. Az MKC szervezésében a legkisebbeket várták az UFM arénába kedd délelőtt. A város óvodásai Lajtival közösen sorversenyen vehettek részt, ahol a legjobbak kupával térhettek haza. Kedd délelőtt az UFM arénában várták a város 7 óvodájának gyermekeit, akik az EU-Fire Moson-Magyaróvár játékosaival egy igazán izgalmas sorversenyen vehettek részt. A Moson-Magyaróvári Kézilabdaklub hagyományteremtő céllal szervezte meg a Játsz Lajtival elnevezési programját, aminek elsődleges feladata, hogy a legkisebbek között is elkezdjék népszerűsíteni a sportágat, ezáltal pedig már óvodáskorban akár középső csoporttól megkezdhessék a kézilabda edzéseket. Írogattunk neveket is, akik ügyesebbek voltak, de én azt gondolom, ha bárki szeretné elkezdeni, akkor ez nem azon múlik, hogy most mennyire ügyes vagy nem, mert mozogjon és élvezze azt, amit csinál. Úgyhogy én bízom benne, hogy ez egy hagyomány lesz, és ugyanígy a piciknek, szeretnénk így a nagyobbaknak is folyamatosan tornákat szervezni, és egészen a legnagyobb célunk az, hogy legalább 3 iskolai bázis csináljunk Móváron. A versenyt természetesen a gyerekek is nagyon élvezték, akik főként labdával kapcsolatos feladatok során próbálhatták ki magukat. Mesélj nekem kicsit arról, hogy miket csináltatok itt a mai napon. Hát azt csináltuk, hogy ilyen labda volt, és kerék gumiba álltunk, és amikor a labda egyet fogtuk a kezünkbe, és akkor mindig hátra kellett adni, és ha a leghátsónak ért, akkor ő futott, megkerülte a bóját, mi hátra szögdeltünk, és ő pedig beleszögdelt az elsőbe. Nekem azt tetszett, amikor dobáltuk a labdát.
Elmeséled nekem, hogy ott pontosan mit kellett csinálnotok? Az, hogy a padon túl nem mehettünk, és kaptunk 2 labdát, és hogyha az egyiket bedobtuk a másik kapuba, a másik csapatba, akkor lesz 1 pontunk, ha meg dobják be a mi csapatunkba, akkor meg nekik lesz 1 pontunk. A dobás, meg az átbújás. És miért ezek tetszettek a legjobban? Mert azok annyira jók voltak. Találkoztatok ma Lajtival is itt, ugye? Igen. És mit csináltatok vele? Megöleltük. Játszottatok is vele egy kicsit? Igen. A program a Játsz Lajtival elnevezést kapta, így a nap főszereplője természetesen az MKC kabalája, Lajti volt, aki szintén nagyon élvezte a gyerekekkel közösen töltött időt. Én nagyon jól érzem magamat, igazából tényleg egyrészt az ovisok miatt is, másrészt meg a közönség, és nagyon jó a hangulat, a gyerekeken látszik az öröm, és örülök, hogy ennek a részese lehetek. A feladatok teljesítéséért természetesen pontot kaptak a csoportok, azonban üres kézzel senki sem tért haza. A névre szóló emléklap és egy kisebb csomag mindenkinek járt. A legjobbaknak pedig ezúttal a Hildegárd óvodásai bizonyultak, akik Lajtival és Serleggel a kezükben térhettek vissza az óvodába. A Fehérló Közösségi Ház 20 éves fennállása óta folyamatosan szervez programokat a nyáron táborozni vágyó gyermekek részére. Nem lesz ez másképp idén sem, ugyanis napközis jelleggel reggeltől délutánig ismét színes programokkal várnak minden érdeklődőt. 2018 nyarán ismét táborokkal készül a Fehérló Közösségi Ház, külön a kisebbeknek és külön a nagyobbaknak. Az intézményben napközis jelleggel reggeltől délutánig vállalják a gyermekek felügyeletét, ezen belül rengeteg érdekes programot szerveznek. A nyár első felében a kisebb gyerekeket várjuk, nagyjából, és aztán július második felétől augusztus végéig pedig a nagyobbaknak szervezünk programokat, amik nem is igazán egyhetes táborok, hanem egy-egy tanfolyam, illetve olyan jellegű elfoglaltság, ami az ő életkori sajátosságaiknak megfelel. Tehát gyakorlatilag óvodástól 18 éves korig jöhetnek hozzánk a fiatalok. A nyár első felében a kisebbeknek kedvezve balett és zeneovis tábort szerveznek, ahol testtartást javító gyakorlatokkal, balettpozíciókkal, hangszerismertetővel és sok játékkal várják a gyermekeket. Ezen felül júniusban még gyermek agykontroll tanfolyamot és tánccal színesített bütykölő tábort is szerveznek. Július első felében a tánc kap majd főszerepet, ugyanis 3 táborral is, Unler, Break és a minden évben valami különlegeset nyújtó musical tánc táborral várják a mozogni vágyókat. A musical táborunkban ugye eddig volt görög, középkori, tavaly volt egy kalózos tábor, idén pedig afrikai tábor lesz, tehát afrikai jellegű kézműveskedés, illetve afrikai táncot fognak a gyerekek tanulni, amit aztán a szülők nagy örömére bemutatnak. A tánctáborok után július második felében indul az úgynevezett lélekgyurma, ami egy önismereti tréning. Azt követően kézműves tábor indul, ahova az ügyes kezű, alkotni vágyó gyermekeket várják. A bütykölő táborban a nyár legkedvesebb dolgaival ismerkedünk meg, azzal a szépséggel, ami körülvesz bennünket. A nyár utolsó hónapja gyermek jobb agyféltek és rajz és képességfejlesztő tanfolyammal indul, majd pasztelkréta, pasztelceruza színes tanfolyam lesz és akrilfestő tanfolyam. Augusztus második felében pedig a kicsit idősebbeket várják szintén jobb agyféltek és rajz tanfolyammal. Az azt követő programon pedig a tanulás segítő technikákkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A táborok sorát pedig a mandala festő tanfolyam zárja majd. A Fehérló Közösségi Ház nyári táboraival kapcsolatos információk elérhetőek az intézmény honlapján. Két kamion ütközött össze csütörtök délután az M15-ös autóúton Hegyeshalomnál, olvasható a mosonvármegye.net oldalon. Az egyik teherautó eddig tisztázatlan okok miatt rohant bele hátulról a másikba. A balesetben szerencsére személyi sérülés nem történt. A Hold Rádiós és Televíziós Reklám Kft. Tájékoztatja a lakosságot, hogy a Rádió 1 hálózat mosonmagyaróvári rádiós jogosultsága megszüntette működését. A rádiós jogosultsággal rendelkező és a budapesti Rádió 1-jel eddig hálózatba kapcsolódva együttműködött Hold Rádiós és Televíziós Reklám Kft.-nek az országos kereskedelmi rádiós pályázat győzteseként a hatályos médiatörvényi szabályozás következtében be kellett fejeznie minden egyéb médiaszolgáltatási tevékenységet, így a mosonmagyaróvári frekvencia befejezte adását.
Néhány mondatban a hétvége időjárásáról. Szombaton sokfelé valószínű zápor, zivatar, helyenként a szél is megerősödik. Moson-Magyaróváron 27 fok körüli hőmérsékletet mérhetünk. Vasárnap már csökken a csapadék hajlam térségünk felett, főként a keleti és déli tájakon alakulhat ki zápor, zivatar. Ismét élénk lesz a légmozgás, 28 fok körül alakul a nappali csúcs. Kedves nézőink, mai hírhátterünk vendége Muráncsik László képviselő, akivel Horváth Megyesi Kata beszélget. Ezután az Építek című magazin műsort nézhetik meg. Hétvégén a Tánc világnapi műsort vetítjük. Friss hírekkel hétfőn 19 órakor várjuk Önöket, viszontlátásra!